A Horka Társulat mozgatta meg a legfiatalabbak a szombaton. A harmadik kadafalvi gyermeknapon a juniálisan főzőversenyen indult a nap, majd a programok legszínesebb palettáját vonultatták fel a szervezők a helyiek szórakoztatására. Kadafalva egy jól fejlődő városrész, nagyon sokan költöznek ki, sok helyről érkeznek az emberek, és nyilván fontos az, hogy olyan alkalmakat teremtsünk, amikor nem csak az utcán, az iskolába, az óvodába találkoznak az emberek, vagy az utcán, hanem valóban egy olyan helyen tudnak találkozni, ahol tudnak egy kicsit beszélgetni másmilyen körülmények között. Hatodik alkalommal szerveződött össze a Tücsök utcai lakosság, hogy palacsintával kedveskedjenek a vendégeknek. 6-800, vagy tavaly szeptemberben több mint 1000 palacsintát sütöttünk meg, és ehhez a legváltozatosabb töltelékeket kapjuk. Lekvárokból, narancslekvár, fügelekvár, balacslekvár, szilvalekvár, úgyhogy nagyon érdekes, egyik az év gurmé találkozás ez. Az idejében viszont kaptunk különleges töltelékeket az egyik kecskeméti vendéglátóhelytől, aki túrós és gyümölcsös töltelékekkel fog kedveskedni a palacsintában a gyermekeinknek. A színpadi programok mellett furfangos csodavilág, játszóház, arcfestés és ugrálóvár várta a gyermekeket.